Na, sziasztok, üdvözlök titeket egy újabb All Stars karrier módban. Brutál meg vagyok fázva, tehát a nagyobb lélegzetvételek, szortyogások és fura hang az ennek köszönhető többek között, de megpróbálok azért minőségibb tartalmat összerakni, tehát nem bele szipogni, szörtyögni, fulladozni, stb. Luton Town ellen fogunk indítani, és a mai videóban nyilván fogunk igazolni, tudom, nagyon rég volt rá is, de most lesz. Nagyon fura hangom, tudom, szóval meglátjuk. Jelenleg 3 ponttal másodikok vagyunk, de kevesebb meccset játszottunk itt az Arzenál. Luton Town is szintén 3 pontos, velük fogunk megküzdeni. Ugye itt az a lényeg, hogy 30 pluszosok vannak a kezdőben, viszont nézegettem. Hát de nem lövöm le, majd igazolgatunk közben, szerintem nyomjuk le ezt a mérkőzést először is. Na talán elvileg, ha jól látom, most már jó kell legyen. No, yeah! Mindjárt kapunk egy gólt, annyira állítjuk itt a hangtechnikát, 12. perc. Barnács következik. Hú, de lagánya meg vagy csinálva az a kis stadion. Modric, szép, rendben, hozzuk ki. Modric nyargal, hát nem biztos, hogy ő kellene nyargaljon, de ott van nekünk Lionel Messi-t indítaná, hát az nem. De visszakapjuk, ingyen labdának, ne nézd a színét, és kapusba be. Mampazu nem pattintotta a kezére. Barry még mindig. Barry, vele szembe Carvajal, nem szívesen menne el a nagy öreg Carvajal mellett. Amúgy megpróbálunk fiatalabbakat hozni, természetesen. És akkor cserébe nagyon jók lesznek a fiatal tehetségek, így a nagy öregek mellé. Így fog alakulni ez a sorozat, ezt a szezon megpróbálom lenyomni, legalább velük, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul, hány rész lesz igény szerint. Természetesen Ronaldo! Gól! Gyönyörű szép előkészítés volt Lionel Messi-től, ha minden igaz. Cristiano Ronaldo-nak ez a mez azért nem sikerült a legszebben, nem mondom. Különleges, maradjunk annyiba, és akkor jött a gól. Hát az nem nagyon messzi volt, az Carvajal, ha jól látom, vagy ki volt az a lekészítő emberke. És ilyen szögből azért Ronaldo betalál 0-1 egy a Luton Town otthonában, de vigyázzunk el, ez a legendári szint, ez tényleg egy picit durva. Úgyhogy még rá vannak húzabotok is. Én sem vagyok a világ legnagyobb IFC playere. Messi-t indítják ki nagyon szépen, de viszont az nem jó. Szabadrugás kapunk. Szabadrugás, Kevin De Bruyne, ilyen messziről azért nem fog az kapura menni. Gündogan! Kaminski! Szöglet. Adjuk be szerintem, KDB-vel simán be tudjuk adni, Ronaldo bent, ugye vannak magas embereink, Varán például többek között, és itt pedig egy valami történt. Rápattanhatott a kezünkre szerintem, Mengi, inkább itt pattanjon, én azt mondom, mint ugye a pálya másik szekciójában, a másik 16-oson belül, ott nem túl szerencsés, Mampazu, Carvajal szereli Gündogan Ronaldónak. Elveszti Andersen mellett, de azért visszaszerzi Gündogan. Vissza Ronaldónak. Ronaldo lövésig! Kaminski, nagyon jó védő. Lengyel? Talán lengyel a Kaminski kapus. Próbáljuk beejteni valahogy a labdát. Akár Kaminski. Azt nem tudta megfogni! Van Dijk, és kéz, és kéz! Ezt vissza kell nézni. Bocsánat az ilyen buzgóságomért. Elnézést kívánok. Nézzük meg, mit csináltak. Andersen, ha minden igaz, az láttatok ott valamit? Nem, de Kéz, KDB a labda mögött, vagy ki? Így van, KDB, okosan beközépre. Így van, el is ugrott a lövőcserre. 0-2 a Luton Town otthonában vezetünk. Nagyon szépen, nagyon jól. Ahhoz egy ilyen csapat a Luton Town illik. Illik venni még legendás szinten is. Jó volt a passz, Berkeley. A nagy öreg ő is. Rossz a passz, Rafael Varannál köt ki Gündogan Messinek. Mai nap Messi nem nagyon villogott még. Ellentétben a Ronaldóval. Azért szezon végén kíváncsi ezek, kinek mennyi kanadai pontja lesz. A Ronaldót 16-oson belül próbált volna lőni, de blokkolták. Hát azért ez a Varán Van Dijk védőpáros sem kutya, fasza, ahogy mondani szokás. Nem szívesen mész velük szemben, és hát igen, Van Dijk egy picit durva volt, 11-es, az ellenfél részére is.
11-es, 11-es követ, a kapitány szabálytalankodott, egy kicsit, igen, erősebben. Lépett oda Neuer a kapuban, vele szembe Barkley, kék nagy öreg. És becsípelik. Enyhén pányánkás, a rosszul első pányánkás mozdulattal. 65 és penalti statisztikákkal 0-2 helyett 1-2 folytatódik a mérkőzés. 3 gólos fél idő az nem túl rossz egyébként. Az nem mondható kifejezetten rossznak. Messi, szép a lekészített labda, jön az ember Messiről, KDB, nem sikerül, Ampazó. Ozen. Ozen, leszél Barry. Varane labdát szerez, nagyon szép Messi felé, el is adja Messi. Visszakerül megint Pozenhez. Üres a szél. Meg is találják a labdát, Doughty. Doughty, vissza, Ampazú, Ampazú tovább. Be középre, Varane, talán nem volt semmi, jó, nem volt kéz, Isten őrizzem. Virgil. Megtalálja Ronaldo-t. Modric. Modric, több ember között is el kell, hogy hozza azt a labdát. Modric nagyon szépen hozza fel a labdát, cipeli a labdát, Ronaldo. És itt rontjuk el egy ennyire könnyű passzon rontjuk el. Támad ismét a Luton Town, lassan közeledik a fél idő, egy kettes állásnál. Asoyuka. Asoyuka, badja, Varane. Semmi, abban nem volt ott senki, a hang lejtésem az. A megfázásnak is köszönhető. Messi törhet egymaga kapura, Messi, Ankara Messi, gol, 1-3, Ankara Messi is betalált, 1-3, a THC FC-nek, vagy nem tudom mi a nevünk, az All Stars FC-nek, bocsánat, Lionel Messi a gólszerző. Ó, Ronaldo még mindig 11-es, aztán kellett volna állítani talán, de most már kibírjuk. Ki fogjuk bírni, Ampazú, Gündogan, nagyon szép labdaszerzés Modric felé, megint cipelti az öreg Modric, Ronaldo felé. Ronaldo törhet a kapura, kapu falcs, Messi a kipattanóval. 1-4. 2 perc alatt 2 gól, vagy 3, vagy 4 perc alatt 2 gól, gyönyörű szép az argentini szupersztár a kipattanóra, lendületesen érkezett, akárcsak a Daily Bus. 1-4. Gündogan fogja vissza Messit, azért eszébe juttat, hogy nem hazai stadionban vagyunk. Az ilyet cserit sokszor látunk, nagyon nagy kapufa volt az Ronaldótól, kipattanó pedig Messi bal lába. Elintézte nekünk, gyönyörű, gyönyörű akció volt ismét. A sárga mezes alakulattól. 1-4-ről folytatjuk. Valószínű innen már akár piros lap, vagy egy 11-es sem tud kizökkenteni minket, az egy 3 gólos előny. Fél időre az nem túl kis karcsú eredmény, amit nem lehetne megtartani, vagy akár, hát nem is megduplázni, de azért oda tenni magunkat. Jordi Alba nagyon szép. Még mindig az öreg Jordi nagyon tudja. Valami Zsoltit mondtam, bocsánat. Neymar, hát őt, ha valakit, őt nem láttam. Őt nem láttam a mai mérkőzésen, de gyorsfújás, szerintem nekem is kijár, ameddig a 15 perces pihenőt töltik a fiúk. Folytatva ugyanis a mérkőzés, Messi mehet egy Mester 3-asra egyébként. KDB és Ronaldo még a gólszerzők, nem, már Juniort nem nagyon láttuk villogni a mai nap. Viszont ezt a labdát ő fogja felcipelni, nem már. Badja Ronaldónak, az jó lett volna akár lövésre is, ott mi történt, a bíró nem fújt a sípjába. Csendben maradt az a síp, KDB kapja Jordi Albától, rossz a lekészítés Neymar felé, Hasuka, Mbabba vagy ki, Nakamba, bocsánat. Csak egy picit nézi gyorsan, és megfontoltam beszélni, megfázva, elnézés, de hát ugye a munka az munka. Hasioka, Nakamba tovább, Barkley. Jó labdaszerzés Virgil, Neymar felé, most nagyon ezt a szélt játsszák a All-Star FC-sek. Cristiano Ronaldo duplázhatja meg a góljainak a számát, és meg is duplázza egy-öt. 1-5 az új taktika, ugye? Az új Nessai féle taktika. Ronaldo jött egy szűvel. Ugyebár. Neymar Junior, Zsoldiába és Gündoğan veszi körbe az ünneplése során. Messi ennek nem örül, hiszen most mind a ketten 2 gólosok, itt egy rivalizálás van a csapaton belül is, ami nem feltétlenül egészséges egyébként. De sajna, hogy ez van. Sajna, hogy ez van, KDB. Kap labdát, Carvajal. Modric, vissza De Bruyne.
kapja Ronaldo. Nagyon szépen cipeli Ronaldo, megint nagyon szépen el tud futni, és Gündoánnak belövésig, Gündoán gól. Lehet, hogy Ronaldo is el tudta volna vállalni, de inkább átadta önzetlenül. Gündoán a gólszerző. A német is gólt szerez, 1-6, Ronaldo, Neymar és Messi ünnepelnek együtt. Jó volt az elfutás, ez simán lehetett volna akár Ronaldo lövés is, de Gündoğan balosára bízta ezt az önzetlen labdát. Innen is látszik azért Ronaldo a közhiedelemmel ellentétben. Legalábbis az All-Stars FC-ben egészen segítőkész. Ugye Modric nagyon jó volt a labdaszerzés, akár még meg is zavarhatjuk a védelmet. Pici ingás az volt, Bell, Ronaldo ér bele, az így viszont talán a miénk is lehet. Jordi Alba, Virgil van Dijk, tovább De Bruyne. Ronaldo legendoának, nagyon jól összejátszik a kettő válogatott játékos. És nem egybe válogatott, hanem különbe válogatott játékos. Modric, nagyon szépen elhozza, Modric lövésre, 1-7. Alázzuk ezt a csapatot sajnos. A kieső jelölt Luton Town 60 pár perc alatt 7-es darab gólt kapott be, ami nagyon sok. Ez szinte rengeteg, nem állunk le. Ha jól tudom, itt legendári játszunk itt is, tehát nem tudom mi ennek az oka. Ronaldo viszont labdát szerez, Neymar Junior, na ő. Ha valaki, akkor benne nagyot csalódhatunk, hiszen még nem szerzett gólt. Ellentétben Ronaldo Kaminskinek megkínálja. Jöjjön be Naylor. Jöjjön be, játszanak a fiatalabb Regenek is, vagyis nem Regen, hanem lekreált játékosaink is, de majd fogunk igazolni a mai videóban. Lionel Messi küldi rá! Semmi nem kész, semmi nem történt. Virgil Neymarnak, Neymar Junior, gol! 1-8, Samba do Brasil, ahogy mondani szokták. 1-8, Neymar Junior magába ünnepel, Gündoğan talán elindul vele végre. Vissza is szalad a saját tél felére, Neymar. Virgil van Dijktól az okos passz, 16-os vonaláról pedig egy nagyon szép zsinóról húzott lövés a sarokba, a rövidre. 1-8 Luton Townban, nem biztos, hogy a lutoniak még itt ülnek, és még van hátra, tehát akár ez lehet egy 10 gólos mérkőzés is. Posen. Nakamba. Nakamba még mindig, Jordi Alba vele szemben. Nakambának majdnem oda csúszunk egy picit, Virgil van Dijk megcsinálta a francia spárgát, akarom mondani, a holland spárgát. Jordi Alba kivezeti. Jöjjön be Molina is, meg szerintem cserélhetünk. És akkor Ronaldo már nem kap lehetőséget a gólszerzésre, de legyenek azért frissek és kipihentek, hiszen az öreg korukban a sérülés veszélyének vannak kitéve. És onnan nehéz felépülni, ugye, nagyon maga biztosan fogja. Carvajal. Nagy labdavesztés. Pogeben, vagy ki a fene, Berkuli, Posen, Virgil van Dijk blokkolja, az pedig lövésig. Szöglet a lutoni oldalról, Mengi jön le, és Káboré jön be. Lejön még Nakamba is, nem tudjuk ki jött még le, azt nem láttuk sajnos. Ugye Nakamba Káboré csere, a City-től valószínű kölcsön vették, és Mengi, majdnem gól, Neymar ment a vonalról. Úristen, mi történik a kapunk előtt, ameddig olvasom a cseréket. Neuer, super save. Ahogy mondani szokás, itt gyönyörű. Ott majdnem a kezünkkel amúgy beleugrottunk. Hát kicsit megzavarodott a csapat a cserék után. Maradjunk annyiba. Számbi ejti kapufára és Andersen felé. Nagyon veszélyeztet a Luton Town, azért szeretnék egy picit ezt a gól különbséget javítani. Már amennyire ezt lehet javítani. De a szezon végén akár még ez az egy-két gól is sokat számíthat, amit itt most bekaphatnak. Messi, Naylor, Kaminski. Szöglet itt, szöglet ott, a szöglet rakóknak kedvez ez a mai mérkőzés. De Bruyne Messinek. Messi, még nagyon messzi a lövéshez, viszont ezt mellé durantja az argentin szuperklasszis. Kaminski jöhet a kiadással. Kaminski nagyon feléveli egy picikét, Dálnak, Dál. Ott az nem sikerült. Ja, bocsánat, az a mi emberünk, a Dál, elnézést. Loki-e, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, Molina szerez labdát KDB felé. Középpályán már csak ő maradt, ugye? A nagy öregekből jön el Messi.
Lionel Messi, azért fáradnak ők is. Fáradnak ők is, bár most már nem kell azért a full gázon menni. Nem indokolt full gázon menni, azért 8 gól az bőven elég. Viszont labdát szerzünk így is, azt nem tudom miért adtuk vissza, viszont csak visszakerül, csak megoldjuk. Az így viszont egy nagyon gyenge lövés. Ott beragadt a gomba, azért megmondom az őszintét, nem az volt a terv, hogy ott labdát fogunk szerezni. Jó, a tovább tett labda Neymar felé, Messi, Neymar összejáték. Neymar tolja, Neymar gyönyörű, duplázik Neymar is, nem marad ő sem gól, nélkül a végére 1-9, 10 gólos mérkőzésen vezetünk 9-re. Szerintem ettől többet nem várt a közönség, de szerintem még a 10 az talán reális is lehet. Azaz 11 gól összesítésben, hogy kapunk még egyet, szóval mindegy. Ogben, nem jó volt a becsúszás, Pozn. Jó, nálunk marad a labda, KDB, lekészíti Molina, Neymar. Neymar fordul, akár Neymar lett az első triplázunk a mai mérkőzésen. De ez nem Neymar lesz, hanem akár Messi is lehet. Messi megpattan, az így szöglet. Még bent van talán, ha jól tudom, Virgil van Dijk, tehát az ő fejét azt akár lehetne is keresni. Virgil van Dijk helyett. Úristen, Graves! Megtaláltuk a hármasunknak a fejét, gyönyörű szép gólt akasztam, cserekén beállt belső védőnk, aki Rafael Varane váltotta, minden igaz, és teázunk. Lehet angolszár származású a fickó, viszont ez egy nagyon nagy gól volt KDB bázásából. Azt figyeld, azt a betyár úristenit, azt bevarta. Ezt érdemes visszanézni. Virgil van Dijk nem ugrik ilyen szépet, azt meg így véthetetlen volt a kapusnak. 1-10. Kísérje rendesen a játék, csak majdnem egy-egyet ér. De nem nagyon egy-egy, hanem 1-10. Ugye nulla semleges szám, de azért itt számít. Virgil van Dijk az egy sárgalapos mutatvány volt, reméljük nem piros és nem maradott Káboré talán. Reméljük nem piros lap, igen, egy sárgalap lesz az Virgil van Dijk jutalma. A minden igaz, nem sérült meg különösebben. Káboré, vagy kit tudtunk elszántani? Petersen, Molina, Messi, akár mert a mester hármasra Messi. Nem, mert Neymart indítja. Neymar Junior, nagyon szép. Neymar Kaminski. Ilyet még egy szöglet, ez megint lehet veszélyes akár. KDB a beadó ismét, most viszont van Dijkot találja ki, kapu mellé csorgatja. 5 perc a ráadás 1-10-es állásnál, hát vissza már nem fognak jönni a Lutoniak, az... Szerintem az első gólnál kiderült, Bell íveli fel, Berglinek kiteszi, még van 3,5 perc körülbelül, Carvajal egy picit Neylornak rosszul adja, el is vesztjük a labdát, amit azonnal vissza is szerzünk, most már csak ki kell bírni, vagy akár még egyet támadni, az sem lehetetlen, Messi felé nem jutottam sajnos az a labda, Ogben. Ogben, nem, Káboré, nem sérülök le, minden igaz, még mozog, még van pulzusa, szóval nincs probléma, és ezzel pedig Neymar lövése, és vége a mérkőzésnek, 11 gólos mérkőzésen, 1-10-es vendéggyőzelem született, hát erre azért volt, egy szorzó a fogadó irodákba, hogy 10 gól felett lesz akár a mérkőzés, ha egyáltalán lehetett erre fogadni. Liverpool is nyert egyébként a Brentforddal egyetemben. Ezzel a csapattal fogunk kiállni a Carabao Kupa talán. És volt klasszon vagyunk, akkor nem jó valami gyerekek, várjatok, azt átállítom. Na most már lesz jó 4 perces félidőkkel és legendárin fogunk játszani. Highlights-ot a Carabao Kupa mérkőzésén egy akár harmad vagy negyed osztály csapat ellen szerintem nem nagyon keresztül lejátszok, és utána jöhetnek az igazolások. Többek között fognak érkezni, reméljük N'Golo Kanté, ez meg egy nagyon jó free kick Ronaldónak. Ez egy tökéletes szabad rugás Roncának, akár betehetjük arra is. Na jó, azt innen egy 20-asról elvállaljuk!
nem volt az különösebben veszélytelen, de veszélyes sem. Colchester vagy kivel játszunk egyébként, nem egy nagy hírű csapat, valószínű angol harmad vagy akár negyed osztályban játszó counter-attack Molina. Ugye nagyon felforgattuk a kezdőnket, Keleher, az úgy nem volt az jó. Újabb szabadrugás, ez viszont Gundogan van a labda mögött, valószínűleg ez egy jó beadásra. Talán értelmesebb lehet. Gundogan beadja, az úgy hosszú. Az úgy nagyon hosszú, de még marad a miénk, szóval nem probléma ez. Jordi Alba, Peterson, Molina, Cristiano Ronaldo. Ezt elszántotta Ronaldo. Jó, counter-attack, azért jó lenne ezt megnyerni, ezt a mérkőzést most azért legendáriban játszunk. Tehát egy picit van nehezebb dolgunk, mint eddig. Meg ugye egy felforgatott, enyhén felforgatott kezdővel, Best. Ugye Neymar helyett játszik az öreg Best. Best! Goodman. Jó a kapus nevű, Goodman. Ez viszont tetszik. Hosszú indítás a mi részünkre. Hát hál mellett nem nagyon fejeljük le, hogy miért nem indultunk meg, azt meg megint nem tudom. Ott egy kicsit oda kaszáltunk, azért, hogy érezzék a törődést. Jándoló, azért ezeket a neveket nem könnyű kimondani, Tovide. Reméljük nem fogunk kiesni, no, yeah, hatalmas védés. Colchester counter-attack következik a 62. percben. Közben ránéztem, megy a videó felvétel. Tehát még egyszer elnézést a hangomért, gyerekek, tudom, brutális. De most ezt kibírjátok, nem sok videót fogok felvenni, szóval nem sok videóban lesz így a hangom. De brutálisan sikerült megfázni, hát nem tudom, minek köszönhető egész pontosan. Azt gyönyörű szépen odaadtuk, kedves Gündoğan, attól jobb lett volna, kibikáztuk volna akár bedobásra, viszont ott a másik szél az egészen kínálatos. Nagyon jó, Ronaldohoz eljut végre ez a bogyó, és az pedig gól. Jó, 0-1, nekem tökéletes. Full time 0-1, tökéletes a Carabao kupában, egy ilyen csapat ellen, egy felforgatott kerettel. Ettől többet nem is szerettem volna látni. És akkor szerintem most már a scoutjaink is nagyjából, ha bepörgetünk a következő meccsig, ami az Aston Villa ellen lesz, akkor talán ki tudják scoutolni a kis emberkéinket, de meglátjuk. Ha nem, akkor akkor nem tudom, akkor lehet megpróbáljuk anélkül megvenni őket. Jó. Még nem sikerült. Még nem sikerült, ugye itt vannak a kiszemeltjeink, amikből fogunk majd válogatni, de akkor ez még egy kicsit váratni fog magára. Lehet, hogy itt is nyomunk egy highlights-ot az Aston Villa ellen, és akkor összerakom gyorsan a kezdő tímet, és akkor nyomunk egy highlights-ot, és akkor hát aki scoutoljuk az emberkéinket. Na itt is a kezdő nagyjából Van Dijkon kívül, meg egy picit a szélsők, azaz Alba és Carvajal egy picit fáradt a bekkek. De ja, itt Van Dijk talán a legfáradtabb ebbe a csapatba, de megoldjuk valószínűleg így is. Az Aston Villa ellen jó lenne legalább az X-et összeszedni. A kék mezőnyben, hazai pályán fogunk pályára lépni, szóval illene. Minimum a döntetlen, de inkább az egy nyerni. Aston Villa. Csapata fog támadni a 7. percben. Ronaldónak most állítottam át a messzámát, ígérem, megcsinálom. Most jutott eszembe a 7-esről a szabadrugás. Így van. Watkins adja vissza, Tillemans fog ezt elvégezni. Cambers. Zaniolo. Chambers, vagy nem tudom, hogy kell ejteni a nevét. Mindenkit nem mondok ki, Dinje. Őt azért tudom, Dinje. Kedvenc. Úristen, kedvenc goladónk, Watkins! Azt a petyár, úristenit! Ez oda baszta, ahol kell, ahogy mondani szokás kommentátorok körében 0-1-ről jöhetünk. Vagyis hát nem mi, hanem mi védekezhetünk. Tillemans ismét a szabadrugással. A félpályán sokat szabálytalankodunk, jó a beadás. Gündogan fejeli ki, ez így nem lesz scoutretek, de megint nem mi jövünk, hanem az Aston Villa jön. Így nem nagyon fogunk gólt szerezni, ha igazából nem mi nálunk van a labda. Azt hogy pattant vissza.
0-2, Watkins duplázik. Az hogy pattant vissza? Azt mondja már meg nekem valaki a chaten. Hogy? Vagy chat kommentbe? Mindegy, hoppá, a kontrollert felfordítottam közben. Végre nekünk is van a 31. percben egy lehetőségünk, amit akár ki is tudnánk használni. Ronaldo, jó. Messinek. Messi! Martinez a csapattársának, a válogatott csapattársának. Nem tudta belőni, pedig azért gyakorolnak együtt sokat. Tudja a hibáit, az rossz ötlet volt lepasszolni. Ronaldo viszont. Ronaldo akár gólig, jó. 1-2. Aston Villa támad. A 77. percben lassacskán már, hát nem sok időnk van, ha kapunk még egy gólt, akkor valószínű itt a vége. De ugye még 11-est is balthat, vagy akár én is csinálhatok, vagy bármi más. Nem tudtunk szabálytalankodni sajnos, Watkins. Zaniolo. Bocsánat, Jordi Alba. Jó counter-etek, beadja, oké. Neymar Junior kap labdát. El is veszti Pau-val szemben. Viszont ezt most mi fogunk támadni, ha minden igaz, így van. Hosszú indítás, Messi felé érkezik a labda. Le is kezeli, Ronaldónak adná be, Campbells találja meg, és 1-2-re kapunk ki az Aston Villától hazai pályán, nem egy jó eredmény. Nem erre vártak a szurkolók, voltak lehetőségeink, de azért az Aston Villának több volt egyébként. A City is hibázott, szóval nem olyan nagy probléma ez az élbolyban, hogy buktunk, mondjuk jó lett volna az X, de mindegy. És az első helyezettel a Spurs-el fogunk megmérkőzni. Azt már lehet, hogy csak a következő videóban, hiszen szeretnék most már igazolni. Jó, reméljük, hogy kikeresték a játékosokat nagyjából, ha nem akkor is mindegy, mert muszáj igazolnunk most már. Nem nagyon keresték azokat ki, egy párat sikerült, Pulisicet például, meg Baldét, de többieket nem. Hát itt csak tippelni tudunk. Na, én akit akarok, az minden esetre. Kezdjük hátul, egy jó kis Calafioli, ugye a ZB felfedezettje. 15,5 millióért az értéke kb, akkor azt megpróbáljuk valahogy el is hozni. Adunk 16-ot mondjuk. Legyen 17, mert azért nem vagyunk mi szegény klub. 22, jó, őt valószínű el fogjuk tudni hozni egy 20-asért. Szerintem az egy nagyon jó ajánlat. 20,5, akkor most kicselezzünk, mert legyen 18,5. 20,4, na akkor 20-ért ugye ide adjátok, és akkor az egy kerek szám. Jó, 20 millió euróért Calafioli fog érkezni a csapatunkba, gyorsan megcsináljuk a szerződését. Szerintem nem fogunk meccset játszani egyébként, hanem majd majdnem crucial tettem. Rotation tökéletes lesz neki szerintem. Ugye értátok Kantét, hogy igazoljuk le, Goreckát, meg nem tudom még kiket írtatok, őszintén megmondom, adunk egy 30 millió, vagy 30 millió, 30 ezer plusz 100 ezer aláírás itt. El is fogadja, jó, akkor egy Calafioli 70 valamennyi lehet. 74, 5, 6 körül lehet ő az értékelése. Ha minden igaz, ugye cserének első osztályú lesz. B, 76-os tökéletes, tehát nem vártunk jobbat. Egy belsővédő már van. Szeretnék egy szélsőt, akit nem sokat találtam, olyat, aki szimpatikus lenne nekem. Most itt vagy az Acuñát megpróbáljuk elhozni, és akkor viszont ott lehet megváltozni a dolog, szóval inkább maradunk akár egy jó Parisinál. Legyen egy jó Parisim a Jordi Albával, én szeretnék tervezni a következőkben is. Adunk eladási záradékot, meg egy 24 millió euróról szóló papírocskát. Az eladási záradékhoz kell nekik, viszont jóval kevesebbet kínálnak, mint amit én elgondoltam. 28 tökéletes. És jóval többet akarom mondani. Paris is valószínűleg meg tudunk egyezni vele, és akkor hátul nagyjából megvagyunk, akár még egy nagy öreget fogunk hozni. Én ezt így elfogadom, és még van rengeteg pénzünk, ő is ilyen 76 környéke, és nagyon fiatal ugye még ő is. Valószínűleg, és akkor nagyon jól fog ez működni ez a csere. Már 77-es akarom mondani. Ez a csere párosunk. Na menjünk középpályára. Idején a Loftus-Cheekre gondoltam, én nagyon szeretném ővel egy kicsit játszadozni, kipróbálni, szóval ő lesz az egyik. Akiért kínálunk 30 milliót, meg egy 11%-os eladási árat.
35 millióért szeretnék értékesíteni. Na, kontrollerünk, be akar szarni éppen. Nem tudom, mi folyik itt. Legyen 32,5. Kontrollerem az, gyerekek, az nem tudom, mit csinál most éppen, pedig ellen az friss benne. Jó, 32,5-ért Loftus siket is elhozzuk. Ugye 27 éves angol, ő ilyen 81 körül lehet valahol az értékelése. Ugye ő is tisztában van vele, hogy nem fog mindig játszani. Egy 5 éves szerződést kínálunk neki, oké. Nem kell kivásárlási ár. És azért egy kicsit vegyünk vissza a fizetési igényekből. Jó, így 300 millió felett maradunk, oké. Na, három játékos érkezett, 80 millió eurót kaustáltak úgy összességében. De még kell legalább egy középpályás, akit szeretnék igazolni. Hát ez egy kicsit meg lett fizetve. Kicsit meg lett fizetve, lehet, hogy már rövid szerződése volt a fiúnak. N'Golo Kantét én nagyon szívesen elhoznám, és lehet el is hozzuk, mert én nagyon szeretem az öreget, és próbáljuk meg elhozni, hiszen ez egy All-Stars FC, tehát itt tényleg csak sztárokat szeretnék betenni. Itt kínálunk egy 35 millió eurós vételi opciót, amivel el is küldenek, szóval a Kanté az most nem fog érkezni, maximum télen. Esetleg, viszont attól függetlenül kell igazolnunk középpályást, aki akár lehet a Goretzka, vagy lehetne a João Neves is. Legyen a Goretzka szerintem, hiszen azért több szezonra nem tervezünk, rengeteg szezon nem fogunk lejátszani, és így pedig egy minőségi kis cserét kaphatnánk, akár ilyen 60 milla környékén, ha el tudnánk hozni. 69, az egy kicsit borsos, még a mi kasszánknak is. Legyen 61,5, ez az átigazolás. 69-hez ragaszkodnak, szerintem 65 az tökéletes, mert azzal is rendesen ráfizetünk. Jó, 65. Sokba fog kerülni a Goretzka, és szerintem ő akarna játszani sokat, szóval őt azért be fogjuk cserélgetni, de azért jó lesz, mert azért is, ha véletlenül nagy öreg lesérül, akkor azért egy kezdőszintű, hát kruciális nem fogsz kapni. Ő nagyon szeretne kezdő lenni. Az gond, na mindegy, beírjuk a szerződésébe, de amúgy nem lesz kezdő. 3 éves szerződés, legyen 4, ugye, formalitás kedvéért. Oké, kap itt is 100 ezeret, meg kap még 300 ezeret azért, mert ideigazol. El is fogadja, tökéletes, mondjuk ez a kezdő szerződés inkább important, jó lett volna. De most már mindegy, Leon Goretzka csapatban 65 millió euróért. Nem szeretném őt a kezdőbe helyezni egyébként, de fogjuk játszatni. Sűrjen. Itt van nekünk még, Bosmázi, várja, előre kellene. Csatárt nem sokat néztem, nekem egyértem, jó lenne a Suárez is, de ő nagyon-nagyon idős már. És inkább egy Vahit fogunk igazolni, aki egy nagy tehetség, és akkor az Ronaldo mögött tökéletes lett, és tud majd tanulni tőle. Én egy 25-ös millió euró szerződés kínálok. Modricst kérik érte, nem fogjuk Modricst adni, hanem inkább pénzben egyezzünk meg. Nem tudom, miért szarakodik a kontrollerem egyébként. Ezt nem igazán tudom, tehát nyomom. Jó, most reagált, oké. 26 millió, meg kaptuk 15%-ot belőle. 30 millió, azért és spúr vagyok egy kicsit, szóval legyen az 27 millió. 29-et kérnek, jó, nem sokat akarok velük alkudozni, legyen 28 és 28, jó lesz az elég, az pont elég. 29-4 legyen az ő igazuk, ugye ez így is egy nagyon jó ár. Élé Vahiért, aki szerintem el fogja fogadni azt, hogy nem nagyon lesz ő kezdő, hanem csere lesz, így van, tökéletes. 5 éves szerződés, 3-at akar, legyen 4, ez mondjuk nem rossz ötlet az ő részéről. Mert azért egy nagy öreghez csatlakozik be, de az a nagy öreg még egy-két szezont ellötyög, addig ő csere lesz, és utána, hogy na, jön egy másik sztár, vagy ő fog bekerülni a keretbe. Jó, én elfogadom, nem fogok vele szarakodni. Hogy ne legyen hosszú a videó, újabb igazolás, ugye Élé Vahi. Vagy nem tudom, hogy ejtik, Vahi lesz ő az. Szerintem egy nagyon minőségű játékos sikerült igazolnunk Ronaldo mögé.
Szélsőnek pedig lehetne csuka és de itt lehet, hogy kezdő akarna lenni. Bradley Barcolát én megnézném egyébként, szóval szerintem ő lesz az egyik. És igazolunk oda egy full gárdát előre. Mert van pénzünk a PSG-nek, kínálok én egy 50-est szerintem, és akkor ez így. Loftus siket biztos, hogy nem fogjátok megkapni, mert most hoztuk, tehát azért maradjunk már a földön. 52 félig felmegyek, de tovább ne nagyon menjünk. Jó, 52 félért el tudjuk hozni a Bradley-t, egy picit lehet ráfizetünk, de nem baj. Ugye a párizsi sztár, aki tud mind a kettő oldalon játszani. Rotation-t, ha elfogadod, nagyon jó, oké, így nem lesz nagyobb gondunk vele. 5 évest, ha aláérsz 3, ugye ez jó taktika, mondom a részükről. Legyen 4, jó, azért Messi, még Neymar a start, de Messi már nem. Sokáig fog ő ott lötyögni nekünk valószínűleg. Én elfogadom mindent, és akkor jön egy Bradley Barcola. Mellé pedig nem tudom, hogy kit fogunk hozni. Egyébként még egyelőre Barcola az itt van. Oké, 52 és fél, tehát szórjuk a pénzt nagyon. Nagyon szórjuk a pénzt. Mellé akár lehetne egy Pulisicet kipróbálni. Hát legyen a Pulisic, mert a csukó elméze az egy kicsit, még fiatalabb a Pulisic, de mindegy. Vagy nem fiatal, bocsánat, egyidősek. Egyidősek, de talán azért nem szeretne annyira kezdő lenni, mert mind a kettő milános. Aha, mondjuk akkor megpróbáljuk a csukó emezét is. Akkor viszont megpróbáljuk, és akkor el lesznek ők anélkül is. 40 millát szerintem egy reális ár érte. Modric-t vinnék, nem? Modric marad, adok érte ennyit. Ennyit el is fogadnak, jó, és akkor még kb. Benne vagyunk a 100 millába, és akkor még onnan egy akár egy belső védőt tudnánk igazolni. Egy nagy öreget esetleg, vagy nem tudom, rotation, ha elfogadod, jó, oké. Akkor ez így viszont jó, 5 éves szerződés, oké, szuper. Nincs, az appearance-t azt vegyük el azért, hogy azért na. Jó, elfogadja, tökéletes. Csukó elmézé, vagy hogy kell ejteni, érkezik a klubhoz. A Milán csapat, tehát a 42,81 millió euróért, ami nem kis transfer, ismételten. Szórjuk azt a nagyon sok pénzt, amit adtak nekünk. Akár én, akit behúznék, őszintén megmondom, még ez az a Nacho. Mert nagyon jó lenne a Nacho-t megszerezni, és eléggé jó a Cho, és idős is már. 15-öt adunk neki a Newcastle-nek. Calafiolit, hát hülyék vagytok ti. Legyen 16 és fél, őt ugye már nagyon nagy több értéket nem fog képviselni, de legalább egy minőségi csereme, inkább őt hozom el, mint az HRB-t, mert az HRB az biztos, hogy rohadt túl nagyon fog lefele fejlődni, legalább ő meg tud játszani left back, right back-et is. Ugye Carvajal helyre a szükséges, ugye az nagy öreg reális, Real csapatától. Rotation-t ha elfogadod, nem fogadod el, de nem baj, mert megpróbáljuk játszatni őt is. Ugye important szerepet fog kapni, én egy 2 évet, ha aláérsz, az nekem nagyon jó lesz, oké. Okay. Nem kell kivásárlási záradék fizetés, ez appearance-t ezt nem szeretem benne hagyni, mert ez rengeteg pénz zabál fel. És akkor ez így. Így tökéletes is lesz, oké, okay, rendben vagyunk. Nacho is érkezik a klubhoz, gyerekek, nagyon szépen okosan Newcastle-től szereztük meg, tehát egy rivális csapattól hoztuk el. Valószínű, hogy sem kezdő volt ő, hanem inkább egy kiegészítő, fontos kiegészítő emberke, de így nálunk lesz fontos kiegészítő ember. És szerintem a többi pénzt meghagyjuk, akár majd a Kantér a télen, hogy tudjon jönni, azért ránézünk, kiket igazoltunk, pontosan beállítom nekik a fejlődést, tehát Eyvahi. Első sorban ugye ő érkezett, hát rányomunk egy mobile strikert, a nagy öreget, és akkor ennyi volt az átigazolás, mondom majd télen szeretném az N'Golo Kantét valahogy elhozni. A hangért bocsiskacok, tényleg, azért ránézzünk, hogy milyen igazolásokat hoztam. Ugye kezdtük Ronaldo, Carvajal, Jordi Alba, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Modric, Neuer, Varane, Van Dijk, Neymar, Barcola, Vahi, Parisi, Goretzka, Nacho, Calafioli, Loftus-Cheek, Csukéze,
és ennyi történt, ennyi átigazolás. Ide még a Kante-t szeretném mindenképpen, de amíg szeretnétek látni valakit, akkor kommentben nyugodtan írjátok meg, és akkor még van rá pénzünk, tehát télen akár még le is igazolhatjuk. Köszi a figyelmet, skacok, mert egy picit hosszú lesz ez a videó így is. Hangért, bocsi, tényleg, ne féljetek, nem lesz sok videó így felvéve, de azért lesz egy-kettő. Köszi a figyelmet, skacok, kövű videóban találkozunk, addig is pacsi nektek, sziasztok!